kapnék még egy pár szót szeretnék szólni. Nem szeretnék túl sokat beszélni, de egy kis kettcsinálóval szeretnék önöknek kedveskedni. Szoktak kérdezni a vendégsereg az esküvők közben, hogy mivel, hogy mit csinálok, hogy szórakoztatom a vendégeket. Még nagyon sok a Magyarországról érkezett vendég, van egy nagyon kis tanulságos verseme, ami az ifjú pár életrajzát követi végig. Mert hogy amikor megnősül az ifjú pár, a vőlegény 20 és 30 között olyan, mint a jó fűszeres leves. Itt mondják majd rátok is, mint a magyarországi megyére, hogy heves. 30-tól 40-ig, mint a honfoglaló tas. Itt mondják majd rátok is, olyan, mint a vas. 40-től 60-ig jól esik a téli kabátban a bélés. Itt mondják majd rátok is, mint a megyére, hogy békés. 60-tól jön a nyugdíjaskor, ilyenkor már hagyni kell, hogy amit akar, azt tegye, mert ő akkor is tolna, csak az már nem megye. Nem tudom, ki mennyire ismeri a székely szokásokat, hát én sem ismertem, de volt szerencsém elmenni egy székely esküvőre. Hát nagyon megtiszteltem a székely embereket, a jó mentalitásuk és a még jobb probléma megoldó képességük véget. Akármilyen problémába kerültek az esküvő folyamán, mindig mindent megoldottak és győztesen kerültek ki belőle. Így történt ez aznap este is, amikor is felszolgálták a levest, és a székely család legkisebb tagja eszetlenül szürcsölte a levest. Drága édesapja egy jó ideig nem szólt neki, de már nem bírta hallgatni, hogy mennyire szürcsül a gyerek, egyszer csak felugrott az asztalt, és azt mondja, gyere, ne szipőcsüljél! A gyerek csak szipőcsült ezerre. Az öreg leült, nem szólt vagy jó 5 percig, de a gyerek csak szipőcsült a szájába. Felugrott, azt mondja, gyere, mondom, ne szipőcsüljél, mert szájon váglak, és azt hiszed, hogy rossz napod volt. Na gyerek, csak szipőcsült ezerre! De leült, még várt, hogy 5 percet már nem bírt várni, felugrott, puff, egy nagy maflás, csak hogy a kölyöknek jó volt a lefszegsze, lehajolt, szájba verte anyját. Na ugyanígy röhögött a kölyök is, de az öreg odaszólt, ne röhögjél, anyád is szipőcsült. De és mint társák a vendégek, hát józan dolog vagyok most, mint nem dagadok. Egy kulcsot nem iszok az esküvő folyamán. De belátom, hogy hétköznap én az alkoholt még a csizmámat se tűröm. Vagyis inkább mondani a vizet, az alkoholt meg minden. Hát sajnos, volt szerencsém múltkor elmenni a haverokkal sörözni. Leültünk csütörtök este, megittunk vagy jó volt sört, társadalom volt mind a négyünknek, elkezdtünk vitatkozni, hogy kinek milyen az asszonynak a feneke. Mondja a Tibi, te Ati! Olyan az asszonynak a feneke, hogy két székre ül ahhoz lelap. Mondja a Tibi, te Attillám, az én asszonynak olyan nagy feneke van, hogy lepedélbű varjuk neki a bugyingót a szíjén szakasz a legyen. Mondja a másik, te, az én feleségemnek meg akkora a feneke, mint egy betonkeverej. Mondom, fiú, felugrottam részegen az asszonynak, mondom, az én feleségemnek meg kék a szeme. Na és képzik a többiek, a többi csupasek. Ez semmi probléma nem volt, csak az volt a baj, hogy meghalotta az asszony. Hazamentem, nem adott semmit. Másnap megyek haza, ebédő, csak fúj az asszony, csak fúj. Mondom, mi a baj, Julis? Hallom, hogy megszittál. Nem mondom, Julis, hát mit hazudtam? Hát jó, azt mondja, akkor a feneked, mint egy betonkeverő. Csak harangodott, én csak a bebújtam mellé, elkezdtem így lökdösni a oldalról, elfordult tőlem, kérem tőlem. Mi a baj, Julis, csak nem haragszol, csak nem gondolt, hogy beindítom a betonkeverőt két kis kavicsért? Még egy pillanat, most halkan fogok beszélni, halkan és lassan. Előre szólok, hogy lassan, tehát mindenki fogja érteni. Mert én azt mondom, hogy fényénél kalendáriumot betűzgető, deák legénke serkenő bajuszától megbomonázott, gazdaszonyi névbe csifogó kicsi csirkécskéktől széjjel kapirgált pocogtúrása olyan a mindenki dorgáló tavaszi vetésre. Na, az óráadás, a licszájon szakadozzon a szívetekre szükszavú számból, de szapor a szívemből, kívánom, de igazán, hogy éljen az ifjú pár! Éljen az ifjú pár! Éljen!